13. alkalommal rendezték meg a Vármegyei Szakmai Közlekedés Rendészeti Versenyt. A versenyen motoros és autós járőrök mérték össze ügyességüket, de a karos forgalomirányítási tudásukról is számot adtak a rendőrök a város egyik legforgalmasabb kereszteződésében. Az eseményen a miskolci székhelyen rendelkező egységek mellett a Vármegye mind a 10 rendőrkapitánysága képviseltette magát. Rendőri sípszó fogadta a sofőröket a Szentpéteri kapuban kedden. A város egyik legforgalmasabb kereszteződésében kikapcsolták a jelzőlámpákat, a forgalmat rendőr irányította. A karos forgalomirányítás volt ugyanis a 13. Vármegyei Szakmai Közlekedés Rendészeti Verseny egyik feladata. A rendőrök tapasztalatai szerint az autósok gyakran meglepődnek, ha meglátják, hogy rendőr irányítja a forgalmat. Ebben az esetben ugyanis a sofőrök gyakran nincsenek tisztában a kereszt szabályaival. Nagyon kevesen tudják rögtön, hogy mit kell csinálni. Meg kell leállni, lehet-e kanyarodni. Hát ez az előttem, mögöttem kanyarodj, ez gyakorlatilag csoda, mert hát ahol éppen elférnek. Tehát én hiába adok kiegészítő karjelzést, ha az első tudja, és egyébként ez ilyen pszichológia valószínűleg, az első autós nézi a többi. Ha az első autós előttem kanyarodik, a többi is ott fog. De ha az első mögöttem, biztos, hogy a maradék 9 is, az is mögöttem fog kanyarodni. A közlekedési versenynek más számai is voltak. A verseny reggel egy teszt kitöltésével kezdődött a gyakorlati feladatok előtt. Elindult a motoros járőr a rendőrség kiképző központjának tanpályáján. Ezen a helyen ugyanis a motoros és az autós járőrök mérték össze ügyességüket. A versenyben a miskolci székhelyen rendelkező egységek mellett a vármegye mind a 10 rendőrkapitánysága képviseltette magát. A közlekedésrendészeti versenyen 35 fő vett részt 13 csapattal. Ez egy felmenő rendszerű verseny, amely területi döntőből, illetve országos döntőből áll. A kapitányságok, a 10 rendőrkapitányság, autópálya és a forgalomellenőrző alosztály egységeiből delegálnak ide felkészült kollégákat, akik részt vesznek ezen a versenyen, és összemérik tudásukat, és a legjobbak képviselik a vármegyénket az országos döntőbe. A szakmai közlekedésrendészeti verseny országos döntőjét szeptember 24. és 26. között rendezik meg a Bács-Kiskun vármegyei Kecskeméten és Kalocsán.